Zajlik a munka az egyik tolnai autóipari eszközöket gyártó vállalatnál. Ezeket a felvételeket októberben készítettük, akkor a gyár munkaügyi vezetője elmondta, a tavaszi gazdasági leállást követően újra vannak megrendeléseik, és a korábban elküldött dolgozók egy részét is visszavették. Többek között ezt a céget látogatta meg Tolna polgármestere és alpolgármestere. Appelshofer Ágnest és Berta Zoltánt az vezérelte, hogy tájékozódjanak a városban tevékenykedő vállalatok helyzetéről, jövőbeli terveiről. Azok, akiket mi megkerestünk, vagy meghívtunk ide hozzánk, mindegyik arról számolt be, hogy jó évet, akár még az elmúlt éveknél jobb évet is tudnak majd zárni. Ez abban is látszik, hogy ugyan volt egy átmeneti időszak, ahol esetleg egy nagyobb létszámot foglalkoztató cégnél kellett munkavállalókat elbocsátani, de már visszavették ezek jelentős részét, és úgy tűnik, hogy a megrendeléseik is afelé mennek, hogy a esetleg középtávon még fejleszteni is tudnak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon megnyugtató. Részben azért is, mert a mi adóbevételeink azért nagyban függnek attól, hogy ezek a cégek hogy teljesítenek. Ez az egyik lába az aggódásunknak, a másik pedig az, hogy a tolnai munkavállalóknak lesz-e munkájuk, és azt tapasztaltuk, mondom kivétel nélkül, ezeknél nagy cégeknél, mindegyiknél, hogy jól teljesítettek a 2020-as évben is. A vezetőkkel a fejlesztési tervekről is beszéltek, és egyeztettek arról is, miként tudná őket ezek megvalósításában segíteni a tolnai önkormányzat. Az előző uniós ciklusban mi ipari park fejlesztésére nem pályáztunk. Ennek az az oka, hogy gyakorlatilag nincs az önkormányzat tulajdonában olyan egybefüggő terület, ahol esetleg ipari parkot tudnánk kialakítani, viszont vannak olyan iparterületek, ahol esetleg ugyan nem a mi ingatlanunk és nem a mi telkünk van ott, de hát esetleg utakkal, közművekkel tudnánk segíteni ezeket a beruházásokat, és ezt mértük fel alpolgármester úrral. Nagyon örültek egyébként ezek a vállalkozók, és kivétel nélkül mindnek volt szerencsére valami fejlesztési terve. Szóba került az is, hogy meghosszabbítják a Gém utcát a 6-os út felé, így megkönnyítve a városból való kiutást. Ezzel közelebb kerülne a főútvonal is a nagy cégekhez. Nem titok egyébként, hogy a város felé folyik ugye a Gém utcában ez a teherforgalom szállítás, és az az ötletünk támadt, hogy esetleg jó ötlet volna, hogyha közvetlenül a 6-osra kivezetne egy út, ami nyilván csökkenteni a terhelést a város útjain. Előre azt mértük fel, hogy kik a tulajdonosok az érintett területeken, és hogy milyen módon tudnánk ezt megvalósítani. Utána jön a tervezés, aztán nyilván ezeket a földterületeket tulajdonba kell szerezni, és nyilván valamilyen forrást kell erre szereznünk. Az a cél, hogy ezeket a fejlesztéseket az önkormányzat a jövőben támogatni tudja. Ez egy nagy projekt, de hát vannak azért a volt laktanya területén kisebb vállalkozások is, akik szintén szeretnének fejleszteni, és ők is azt kérték, hogy ott a belső utakat és a vizet, szennyvizet, energiaellátást, áram, földgázellátásba, hogyha esetleg kicsit tudnánk segíteni, már csak azzal is, hogyha esetleg valami közös koncepciót dolgoznánk, és a szolgáltatók felé mi képviselnénk ezeket a vállalkozásokat, akkor ez is egy nagy segítség lenne, hogyha nem egyenként kéne mindenkinek megkeresni ezeket a közüzemi szolgáltatókat. A területi operatív programban várhatóan lesznek hasonló pályázatok ipari park fejlesztésre, hogy ebben mi milyen módon tudunk így csatlakozni, ezt még nem tudom. De hát nyilván meg fogjuk keresni azokat a lehetőségeket, amikben tudunk támogató kezet nyújtani a tolnai vállalkozóknak. A polgármesteri hivatal munkatársai a napokban ezekből egy anyagot készítenek, amit a képviselőtestület elé terjesztenek. Ezt követően tudják a további lépéseket megtenni. Az azonban szinte biztos, hogy a városban folytatódnak a fejlesztések 2021-ben is.